Köszöntöm Önöket, a mai műsorban is lesz klip premier, valamint szólunk a Mandala Dalszínház jubileumáról és a hamarosan startoló főhérről is. Mindezek előtt engedjék meg, hogy bemutassam első vendégemet, Bátori Gábort köszönhetem, Nyírbátorból érkezett, méghozzá a Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeumának igazgatójaként. Szép napot kívánok! Elkezdjük sokra, köszönöm a meghívást és köszöntöm a kedves nézőket. Nagyon sok minden várható a közeljövőben is Önöknél. Ugye egy csodálatos helyen van maga a múzeum, vele szemben pár méterrel arrébb ott van a csodaszép tó, és hát rengeteg kultikus épület is körbeveszi a múzeumot. Meséljen a múzeum célkitűzéseiről, vagy akár múltjáról röviden. 2015-ben volt 60 éves a múzeum, és bátran mondhatom, hogy a Délnyírség egyik legfontosabb kulturális létesítménye vagy intézménye, hisz a történelem mellett a néprajzot és minden olyan tudást, amit felhalmozott a Délnyírség lakossága, vagy akár a Bátori család igyekezett összegyűjteni és megőrizni, és kiállításokba szervezve bemutatni. Természetesen Nyírbátorban minden Bátori családról szól, hisz egyik birtokközpontja volt, és a két örökölt műemlék templom mellett a Bátori István Múzeum az, aki a bátori kultuszt Nyírbátorban van hivatva betölteni, illetőleg továbbvinni. A papok rétjén végig sétálva eljuthatunk tényleg a múzeumba is. Szerintem megkérdezhetem, hogy a Bátori név az Ön esetében sejtett valamit? Sejtett, de nem azt, amire esetleg... A nézők is, meg én is gondolok elsőre. Gondolni. Én egy őslakos, tőzsökeres nyírbátori vagyok, tehát a család az Nyírbátorhoz kötődik. A Bátori névhez nincs semmi köze, sem az ecsedi, sem pedig a Somlyai vonalhoz, bár lenne. Bár lenne, és akkor még büszkébben lehetne az intézmény igazgatója. Még egy nagyon érdekes dolog, hogy ma nyitott egy új tárlatot a múzeum, illetve majd, hogy nem kettőt, hogyha mondhatjuk, mi látogatható most újonnan? Időszaki kiállításról van szó. Ifjú Fazekas István, Nádudvaron élő népművész, kerámia művésznek az anyagát sikerült 40 év után újra Nyírbátorba behozni. Ez azért is öröm számunkra, hisz az alapító múzeumigazgató Szalontai Barnabás feldolgozta a térség kerámia kincsét, és most egy több évtizedes távollét után újra ellátogatott a Nádudvar. Nagyon szép kiállítás anyagról van szó, hisz föld és tűz az az együttes, ami termékeként megjelenik ez a csoda. Vele párhuzamosan pedig egy Angliában élő festőművész, John Geoffrey festőművésznek a párhuzamos kis mini kiállítása lesz látható egészen június 8-áig. A június mást is rejt magában, egy csodálatos és nagy-nagy programot. Önöknél is Nyírbátorban is dübörög majd a múzeumok éjszakája. Hogyan készülnek erre a rendezvényre? Mik lesznek Önöknél? A múzeumok éjszakája június 24-én kezdődik az egész országban, egy Nyírbátorban is, és egy olyan meglepetéssel készülünk, ami egyfajta kultúrdiplomáciai missziót is sejtett. A Moldovai köztársaságnak a követe az elmúlt esztendőben meglátogatta a múzeumot. Nagyon megtetszett neki a múzeumban néhány dolog, főleg itt a fegyverek, és a beszélgetés során előjött egy olyan gondolattal, hogy nem tudnánk-e fogadni egy moldovai gyűjtőnek 15-16. Századbeli fegyvergyűjteményét. Természetesen igent mondtam, és ennek a kiállításnak a megnyitására került többek között sor 24-én. Jelenleg Vilniusban, Litvániában látható az anyag, és úgy gondolom, hogy megfelelő érdeklődésre fog majd tartani. Természetesen a kiállítás mellett kísérő rendezvények is zajlanak. Itt helyi erőket, a Fóhoz zenekart, illetőleg a Szatmár Néptánc Együttest, és pedagógusokat, gyerekfoglalkozásokat szervezve fogunk majd bevonni ebbe az eseménybe. De még nem tettem le arról, hogy valamilyen hagyományőrző egyesület is megjelenne. Egy gondunk van, hogy konkurencia támad hirtelen, hisz ezen a napon
a városba látogat az Esperidens, és úgy gondolom, hogy fel kell kötni a felkötni valót, mert csábító az a látnivaló. Igen, mert a kultúra kedvelő közönség ilyenkor megoszlódhat a két helyszín között. Augusztusban is egy különlegességgel készülnek, majd egy pár információt szerintem már csepegtethetünk. Augusztusban nyilvántóban a zenei fesztivál zajlik, és már több éven keresztül egyfajta kísérő helyszín a múzeum rendezvényekkel. Ebben az esztendőben Raffai Kinga Batikoló művésznek a életmű kiállítását hozzuk el Miskolcról. Ő egy olyan művésznő, akit Japántól kezd Egyesült Államokig már ismer a közönség, és boldogok vagyunk, hogy a zenei rendezvény mellé hozzá tudjuk tenni ezt a szép látnivalót. De kérdés vajon, hogy meddig látogatható a múzeum, mert hogy felröppent egy örömhír? Hát igen, valóban egy nagy örömhír, hisz 300 éves épületről van szó, és ráfér nagyon sok minden, hisz a 21. században már nem megengedhető, hogy olyan szintű komfort fogadjon látogatókat, vagy működjön egy múzeum, amit a nyírbátori Bátor István Múzeum tud produkálni. Hál' Istennek nyitott fülekre talált a gondolat. A 60 éves évforduló kapcsán elhangzottak ezek a jövőt feszegető nagy kérdések, és a minisztériumból, a miniszterelnökségi hivatalból ígéretet kaptunk, sőt már el is indultak az egyeztető tárgyalások, hogy megkapjuk azt az összeget, amivel fel tudunk szakmailag is, épületileg is készülni a 21. századra. Ha minden nagyon jól megy, igazgató úr, akkor a legjobb esetben mikor kezdődhetnek a felújítási munkálatok? Hát miután kormánydöntés formájában történik meg a támogatás időítélése, közbeszerzés, meg egyéb ilyen dolog. Az elhúzódhat, plusz igen. Még a kiköltözés, mert az egy komoly feladat lesz. Legjobb forgatókönyv szerint talán késő ősszel, de rosszabb forgatókönyv szerint jövő tavasszal elindulhat ez a fajta munkálat. Legyen úgy, hogy ősszel már elkezdődik a kipakolás, és akkor minél hamarabb elkezdődjön a felújítás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát gratulálok a sok-sok kiállításhoz. Legyen szó állandó vagy időszakiról. Köszönöm szépen. Önöknek pedig ajánlunk egy különleges produkciót, hiszen a Mandala Dalszínház idén 25 éves, a jubileum alkalmából hamarosan beszélgetek Bódis Gáborral, a Mandala vezetőjével, de előtte egy kis ének jön Mandala módra. Az életem, mondd követsz, vagy nem jössz már velem oda, ahol más még nem jár. Semmit nem ígérhetek, s nem hatnak meg már ígéretek, semmit nem ígérhetek. Légy a víznél édesebb nekem, légy az az egyetlen, aki elvisel. Oda, ahol más még nem jár. Jöhet gyönyör, jöhet kínyed, bármi, ha összefut a sín. Jöhet gyönyör, jöhet kín. Légy a víznél édesebb nekem, légy az az egyetlen, aki elvisel. Éld minden percen, éld az életem, légy az, aki csak értem van velem. Légy a méznél édesebb nekem, légy az az egyetlen, aki elvisel. Éld minden percem, éld az életem, légy az, aki csak értem van velem. Légy a méznél édesebb nekem, légy az az egyetlen, aki elvisel. Éld minden percem, éld az életem, légy az, aki csak értem van velem. A
Az imént még a másik stúdió részletben énekelt nekünk Bód és Gábor, a Mandala Dalszínház vezetője és színésze, de már itt ül velem szemben, és nem egyedül, ahogy felkonferáltam, hanem itt van velünk Kovács Attila is, szintén a Mandala Dalszínháztól, koreográfusként, színészként. Sziasztok! Szia! És hát Isten éltessen benneteket, hiszen 25 éve szórakoztatjátok a megye, a város, és mondhatni már az ország kultúra szerető közönségét. 25 év, hogyan emlékeztek vissza? Most nem azt mondom, hogy tényleg így idézzétek fel a kezdetek kezdetét, de azért jó sok minden történhetett veletek. Hát igen, 25 évvel ezelőtt gördült fel először a függöny, egyébként egy februári napon, február végi napon, február 22-én, akkor a József és a Bűvös Kabát című műzikát mutattuk be, ami Andre Lloyd Webber, Tim Rice alkotása volt. Ugye nagyon fiatalon írta a szerző, a zeneszerző ezt a darabot, alig 17 éves volt, egy ilyen stílusparódia, ez nagyon jól illett az akkori fiatal csapathoz, és hát a 25 év alatt egy utazó repertoár színházán nőttük ki magunkat, amely elsősorban az Észak-Alföldi régei út utazza, de hát megyünk mi messzebbre, az ország másik végébe is, határon túlra is, sőt, távolabbi országokba is, mert jártunk Torontóban, Izerlomban, Németországban, Lengyelországban is, Lembergben, Ukrajnában. És hát hál' Istennek a nézők, a nagybetűs nézők a mai napig látogatják az előadásokat. Említette Gabi, hogy utazószínházként daloltok, zenéltek, szórakoztattok, de mi a fő profil? Van esetleg olyan stílus, amit jobban szerettek, ami a tiétek? Hát ugye, hogy Gábor mondta, mi egy musicallel indítottunk, és tulajdonképpen zenészínházként indult el a színház annak idején. Aztán úszott be a próza, és igazából a könnyed, tehát a vígjátékok felé indultunk el, és maradt is meg ez a vonal, tehát zenés játékokat, musicaleket, illetve vígjátékokat játszunk, és ez lett a repertoárunkban. Illetve hát nem csak a felnőtteket szórakoztatjuk, hanem a kicsiket is, hiszen játszunk zenés gyerekdarabokat is. Azt hiszem, hogy bátran mondhatjuk, erősek vagyunk az ifjúsági darabokban szempontjából is, mert nagyon sok iskola látogat el hozzánk, például Légy jó, mint Háli valahol Európában, és ezt lehetne aztán sorolni hosszasan. És hát persze szórakoztatjuk a felnőtteket is természetesen, tehát ilyen szempontból is egy nagyon nagy a merítés, tehát színes összetételű, színes skálájú a nézőségünk is. Az előző produkciót azért mutassuk be, hiszen ez mind az idősebbeket és a fiatalabbakat is szórakoztatta. Kik énekeltek melletted, Gabi? Bód és Vajnárovics Viktória és Rozsái Márkó voltak a partnerek. Mindannyian egyébként Attilával együtt szerepelünk az Egy tányér napfény című musicalben, amelyet Mikó István rendezett nálunk, és egyébként ő is játszik a darabban. És még ő is írta a darabot tulajdonképpen. Ő is írta a darabot, legalábbis ami a prózai részeket illeti, és ami érdekessége a darabnak, hogy a dalszövegeket Adam és Anna írta, illetve a dalszerző Szekeres Géza. És még azt is tegyük hozzá, hogy ez ugye tulajdonképpen már nyár óta tart a jubileumi évünk, mert a Mandala nyár az már a tavalyi nyár volt a 25-dik. Így van. És idén is tart. És ezt a darabot, ezt Mikó István hozta, hogy hát akkor már, ha ilyen kerek évforduló, akkor itt van egy darab, amit még sehol senki nem játszott, és tulajdonképpen ez egy ős bemutató, ezzel dicsekedhetünk, hogy ős bemutatóként mutathattuk be. Igen, mennyire vagytok nyitottak már, bocsánat, tehát azért, mert titeket, kettőtöket szerencsére már mindenki ismer, a fiatalabbakat, akik ugye ott voltak most ezelőtt mondjuk a produkcióban, őket is azért már látjuk évek óta, tehát azért már ismerősök ők is a Mandalából, de hogy mennyire vagytok nyitottak, hiszen emlékszem annak idején, amikor mondjuk én általános iskolás voltam, akkor voltak meghallgatások, pláne ugye a gyerekdarabok miatt, tehát hogy azért most is fogadtok be jól éneklő, jól táncolt. Természetesen, hiszen 2014 végén mutattuk be a Légy jó, mint Haláligot, amiből már közel 60 előadás volt. Hát ugye akkor egy 25 fős gyerekcsapat jött hozzánk, és őket is hasonló felvételiken vettük fel, illetve hallgattuk meg először. Tehát természetesen nyitottak vagyunk, és mindig jönnek új és új szereplők, és minél többet vannak itt, annál jobban megismerik őket. Hát ketten alapító tagok vagyunk, úgyhogy nyilván mi vagyunk legrégebben a Mandala Dalszínház színpadán, csak úgy, mint például Nagy Zoltán, aki mai napig játszik nálunk, illetve hát igazgatónk Dobos László, aki kitalálta ezt az egészet, és megalapította
és felfuttatta, és azóta is ugye együtt tartjuk életben, és dirigálja. Csak ne nézz ezt a beszélgetést, tudod. 2017 nem múlhat el Mandala nyár nélkül, csak egy pár dolgot csepegtessetek a nézőknek, hogy lehet-e tudni, hogy lesz-e nyáron Mandala nyár? Természetesen lesz Mandala nyár, július második felében fog indulni. Már 80-90%-ban összeállt a program. Szépen illeszkedik így a szabadtéri színpad programjához, mert az már júniusban elindul és augusztus legelejéig tart, tehát szinte egy folytatása lesz, akár így is felfoghatjuk, és szeptember elejéig tart. Természetesen most is lesznek saját előadások, elsősorban új bemutatók, ebből lesz kettő is, illetve hát lesznek vendégprodukciók, operett, ahogy már megszokhatták, vígjáték, illetve hát egy dolgot azért azt hiszem megemlíthetek, hogy az arany évfordulóról is szeretnénk megemlékezni egy toldi előadással, de erről majd később egy-két hét múlva részletekbe tudunk beszélni. És az előbb akartam mondani, hogy amiből a részletet hallgattuk, ez a bizonyos Mikó István Adam is van, a Szekeres Géza darab, ezt még a nyíregyházi közönség nem igazán ismerhette meg, mert vidéken mutattuk be, egyébként Újfehértón, tehát most nyáron lesz az igazi sajtós bemutatója. A nyíregyházi premierje, szabadtéri premierje mindenképpen, tehát az Egy tányér napfény című műzikán mindenképpen újdonság lesz, illetve próbáljuk a Bérgyilkos a barátom című vígjátékot. Francis Weber, akitől a Balfácánt vacsorára című darabot is, vagy például a francia végjáték filmekből a Pofabe, és ezek társait ismerhetjük, tehát egy remek... Tehát akkor ismételten egy remek paródiát, egy humoros darabot fogtok így színpadra vinni. Igen, még csak egy percünk maradt tényleg, hogy azért fontos, hogy inkább ezt a könnyedséget hozzátok évről évre, meg előadásról előadásra színpadra? Tehát ez fontos itt a megyebeli közönségnek? Azért, tehát játszunk olyan darabokat is, mint a Könyveskem. Az egy nem egy túl vígjáték, könnyed darab, de a nyár, sőt igen, de a nyár nyilván arról szól, hogy az emberek eljönnek a szabadtérre, ugye a Múzeumfaluba is, ott kikapcsolódni akarnak. Tehát ott nem kell a komoly dráma. Néha kell, de igazából nem ez a fő irányvonal. Igen, hát a nyári összeállítások mindenképpen könnyednek kell lennie, de egyébként azt még hozzátenném, hogy a Bérgyilkos a barátom című Francis Weber vígjáték az egy felhőtlen vígjáték, valóban, de az Egy tányér napfény című musical az egy kifejezetten elgondolkodtató, érzelmeket is, érzelmi húrokat is megpengető, és egyben szórakoztató darab. És megnevettető. És igen. Egyben nevettető darab. Szerintem sok mosolyt fogtok még fakasztani az arcunkra a következő 25 évben is. Én gratulálok a jubileumhoz, a terveket pedig hamarosan pipálhatjátok, főleg a Mandala nyárral kapcsolatosan. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi pedig programajánlóval folytatjuk a víkendet. Nem sokára jövök vissza. A Megyei Gyermekkönyv Hónap keretében Tündér Lala címmel rendeztek városi hangos olvasási versenyt május 8-án a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Kamara termében. Most a verseny legjobb játék felkészítő tanárát köszöntöm itt a stúdióban. Nagy Zsófi, gratulálok neked, és hát tanárnőnek is, Simkó Aida. Szerbusztok! Szia! Na, milyen volt ez a verseny, Zsófi? Mesélj arról, hogy ez már az sokadik, vagy az első ilyen hangos olvasási verseny volt az életedben. Ez a negyedik volt, és szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt. Jól meg volt rendezve, mivel, hogy ne unatkozzunk, miközben a többiek felkészülnek, megolvasnak, ezért filmet indítottak be nekünk. Jaj, de aranyosak a szervezők, hogy erre is gondoltak. Gondolom azért ettől függetlenül a filmnézés közben azért megmeglested a többieket is, a versenytársaidat. Első helyezett lettél ezen a megmérettetésen, de a többiek milyenek voltak? Te mit tapasztaltál? Mennyire volt nehéz ellenfél a többi fiú vagy éppen lány? Amikor bent voltunk felkészülni, akkor is azért, aki hangosabban olvasott, ott hallottam, hogy ő ügyes, meg amikor mondjuk kimentünk inni, akkor lehetett hallani a teremből kijövő hangot, hogy azért
nagyon ügyesek egyesek. Te negyedik osztályos vagy, hogyha jól tudom, és mondtad, igen, hogy negyedik alkalom, majd voltál ilyen versenyen, tehát akkor minden évben már elsős korodtól, vagy idén volt ez a 4 verseny? Mivel ez csak negyedikeseknek szólt, uh-huh, ezért én egy másik féle versenyen voltam. Értem, abszolút. És tanárnő, te hogy választott ki mondjuk a felkészítendő diákot? Tehát mi az, amit mondjuk figyeltél, akár mondjuk Zsófi esetében is, hogy hangosan, szépen artikulálva, tehát mennyi mindenre kell figyelned? Én figyeltem arra is, hogy mikor olvasás órán veszünk egy új szöveget, akkor mennyire ügyesen tudja ezeket a szövegeket magáévá tenni, és Zsófi olyan kis ügyes és tehetséges, hogy én azt mondtam a többieknek is, hogy mikor egy idegen szöveget teszünk elé, akkor ő azt rögtön el tudja olvasni, tehát neki nem okoz ez nehézséget. Úgyhogy vele könnyű is volt, és nem csak hangos olvasási versenyeken voltunk már, hanem helyesírás, prózamondó, versmondó versenyeken, és ezeken is nagyon jól szerepelt. Tehát akkor sejteni lehet, hogy valószínű humán beállítottságú iskolába megy majd tovább Zsófi pár év múlva. Nem tudom, hogy mondjuk mennyire kell egy ilyen dologra felkészülni. Tehát hogyan működött mondjuk ez a Tündér Lala című verseny? Tehát itt meg volt szabva, hogy csak ebből az adott könyvből olvashatsz, de hogy te választottad mondjuk ki a sorokat? Nem. Ezt a könyvet a versenyen nyertem, uh-huh, és először semmit nem lehetett tudni, csak sejtettük, hogy akkor már így Tündér Lalából fogunk olvasni, és az asztalokra, amikor felkészülésnél voltak kirakva a szövegek, és azokat kellett elolvasni. Tehát akkor ilyenkor a diák nem tudja, hogy melyik részt fogja nem kapni? Uh-huh. Nem. Tehát akkor ez ilyen nehezítés ennél a versenynél. A hangos olvasási versenyeknél amúgy mennyire fontos, hogy tényleg mennyire bátor a diák? Tehát amit mondjuk mondott Zsófi is, hogy ki hallotta, hogy ki olvassa hangosabban a bizonyos szöveget. Ez nagyon fontos, mert hogyha nem bátor, akkor egyrészt nem is fog hangosan olvasni, és akkor sajnos nem is fog tudni úgy hangsúlyozni. És egy hangos olvasási versenyen ez nagyon fontos. Mennyire szakmai amúgy ilyenkor a zsűri, tehát hogy kik ültek ott, kik pontoznak ilyenkor? Erről Zsófi tud pontosabban tájékoztatni benneteket, mert én sajnos osztálykiránduláson voltam. Jaj, sajnos, hát ez egy jó kikapcsolódás. Voltak a könyvtár részéről is. Igen, vezetők. Leginkább onnan. Aha. És ilyen idősebbek, inkább tapasztaltabbak. Tehát aki tényleg odafigyelt arra, hogy hogy olvasol, mit olvasol, stb. És mi volt a nyeremény ennél a versenynél, megmérettetésnél? Ugye megkaptam az oklevelet, magát a könyvet, uh-huh, és még kaptam egy Szelebúdi család című könyvet is. De jó. De hogyha már elhoztad a könyvet, és nem hiába van az úgy letéve, hiszen be van már jelölve neked egy kis rész, hogy hallgassuk meg mi is, hogy hogy olvasol, vagy hogy olvastál ezen a bizonyos versenyen, ahol hangsúlyozom, hogy első lett Zsófi, úgyhogy tiéd a színpad mondhatni. Gigi a koferjához trappolt, nagy szomorúan beletette a törülközőjét meg a szappanát. De hogy nyeritek? Kiáltotta ki Beáta. Hogy nyerítenék igazán? Ne csomagolj! Súgta oda az egyszarvúnak. Mondom, hogy a nagybátyám az nem üzel ugyan. Nagyon jó ember. Mint ha beszélgetnél valakivel, mondta az ajtó túlsó felén Péter. Igen, vendégem van, szólt Beáta. Mondd, megengednéd, hogy magunkhoz vegyünk egy kis egy szarvút? Nincs lakása. Jóságos Isten, gondolta a festő, és még a tenyere is nyírkos lett, úgy megijedt. Ez a csöndes, szomorú kislány először nyerít, egész hangosan nyerít, aztán magában beszél, most pedig kényszerképzetei vannak. Talán elérem telefonon a házi orvost. Köszönjük szépen ezt a kis részletet. Abszolút megértjük, hogy miért te lettél az első. Gratulálunk tényleg. Egy kis kulisszatitkot engedj a nézőknek. Mennyit szoktál mondjuk otthon olvasni? Én sokat olvasok, tehát nagyon szeretek olvasni. Most egy könyvsorozatot olvasok. Mit olvasol? A 39 kulcs. Ez azért érdekes, mert minden könyvet más szerző írt, ezért több szempontból is láthatjuk az eseményeket. Tehát nem feltétlen csak gyermek
könyveket olvasol, hanem már kicsit komolyabbat is. Örülök azért neki. Még egy kérdés, tanárnő, engedj meg, hogy magába, tehát az iskolába, az Arany János általános iskoláról van szó, hogy mennyire gyakori az, hogy ennyire erősek mondjuk humán területén a diákok, tehát hogy azért ott van esetleg szakosodás, tehát hogy jellemző az, hogy magyarból ügyesek az aranyos diákok? Igen, jellemző. Az osztályunkból is többen voltak idén versenyen, helyesírási versenyen, és versmondó versenyeken, szövegértési versenyeken, és nagyon szép eredményeket értünk el, úgyhogy nagyon ügyesek az aranyos diákok. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunknakat, mi pedig nem sokára jövünk vissza a Weekend második részével, a híradó után, és klippremier is lesz ismételten.